Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Szavazni lehet Bonyhádon arról, milyen jellegű piaca legyen a jövőben a városnak. Bonyhádon évtizedek óta egyfajta vásár működött, ám a koronavírus járvány után csak élelmiszereket lehetett árulni a piac téren. A vásárok rendjét szabályzó rendelet felújításra szorul, ezt megelőzően kéri ki az önkormányzat a lakosok véleményét. Újra hamisítatlan piaci hangulat uralkodik a Bonyhádi vásártéren. A koronavírus járvány beköszöntekor Filóni Ferenc Ibolya polgármester úgy döntött, bezáratja a teret, segítve ezzel a védekezést. Akkor a városi vezetés úgy döntött, több elárusító helyet jelöl majd ki, hozzájárulva ezzel, hogy a kistermelők árui eljussanak a fogyasztókhoz. A vírus veszély visszaszorulása idején újabb döntés született. Május 5-től a város piac nyitvatartásáról és rendjéről szóló rendelet módosításra került, hiszen változott a koronavírus járványban a helyzet is, ezért ugyan újra nyitott a piac, de korlátozásokkal. A korlátozás lényege az, hogy a veszélyhelyzet fennálltáig kizárólag csak élelmiszer, mezőgazdasági eredetű termékeket lehet a piacon forgalmazni, így van ez még most is, hiszen a parlament előtt van az a törvény, amelyet, hogyha elfogad, akkor várható, hogy június 20-ától szűnik meg a veszélyhelyzet Magyarországon. Ezért ez a rendelet eddig életben lesz. Tehát június 20-a követően változhat a jelenlegi rend a bonyhádi piacon. Csak hogy a piac rendjét szabályzó önkormányzati rendelet már régen túlhaladta a felnőtt kor határát. Így hát, mondja a város polgármestere, épp ideje újra tárgyalni. A kérdés csak az, hogy a helyiek milyen jellegű bevásárlóhelyet szeretnének, a régi inkább a vásárokat idézőt, vagy a jelenlegi zöldségpiacot. Hát mondjuk a bolha piac annak az embernek jó, aki valamit ott keres. De viszont nekünk egyszerű háziasszonyoknak a zöldségpiac mindig előnyösebb. Vegyessen! Hát szerintem ez jó. Most jó így. Hát, hogyha betegek leszünk, akkor lehet variálni megint, nem? A régi bolha piaca sokkal jobb volt. Itt rengetegen jönnek be környékről, és nem a Tesco-ba akarnak vásárolni, hanem olcsóbb dolgokat is szeretnének venni, és sokkal jobb volt. Nekem megfelel ez, mert én inkább itt vásároltam, nem a bolha piacon. Látszik, a vásárlók véleménye megoszlik. Éppen ezért döntött úgy a város vezetése, kérdéseket intéz a lakókhoz. Amikor már a testület is üléshezhet, várhatóan ez már a június végén megtörténik, napirendel tűzzük ennek a piacnak, piaci rendeletnek a módosítását és felülvizsgálatát. Szerintem itt az ideje annak, hogy akkor ezzel együtt volt az ötlet, hogy kérdezzük meg a lakosság véleményét, hogy hogyan változtassuk ezt a rendeletet, hiszen vannak választott képviselők, akik a testületben erről szavazhatnak, de akkor tudunk körültekintő és jó döntést hozni az itt élők érdekében, hogyha ismerjük a lakosság véleményét. Ezért egy felhívással fordultunk a lakosság felé, egy nagyon rövid, néhány kérdésből álló kérdőívet juttattunk el hozzájuk, hogy a véleményüket megkérdezzük. Szavazhatnak arról, hogy minden maradjon a régiben, hogyha a veszélyhelyzet elmúlik, akkor utána ugyanúgy álljon vissza az a rend, ami volt, és a zöldség és gyümölcspiac árusítása és termékek árusítása mellett újra lehessen az a régi bolhapiacos ruhaneműk és mindenféle egyéb termékeknek az árusítása egy időben, kedden és pénteken a zöldség-gyümölcs árusítással, vagy maradjon az a helyzet, ami most van, hiszen most kedden és pénteken kizárólag ezek a termékek forgalmazhatók, mint ahogy említettem, vagy van egy cél lehetőség is, hogy legyen egyéb árusítás, lehessen újra ruhaneműket és egyéb termékeket vásárolni, csak más időpontban, ugyanezen a helyszínen. Erről nyilváníthatnak véleményt a bonyhádiak, erről várjuk az ő véleményüket. Itt a piacon is le lehet adni a szavazatokat, illetve a városházán. A jövő heti két piacnapon is várják a szavazatokat, és le lehet adni ezeket a polgármesteri hivatalban is egészen június 17-ig. Ezt követően az eredmény ismeretében terjeszti majd be a polgármesteri javaslatát a következő önkormányzati ülés elé. Mindenki megteheti tehát észrevételeit és elmondhatja véleményét a kérdésről a szavazatával, hogy ezután kiderüljön, milyen piacon szeretnének vásárolni a jövőben a bonyhádiak. Megkezdődik a fürdőszezon a bonyhádi termálfürdőben. Igaz, szigorú szabályok közepette lehet majd használatba venni a strandot, és az eddig megszokott esti program sorozatok elmaradnak.
Fényszínház szórakoztatta a Bonyhádi fürdő vendégeit az elmúlt szezon egyik maradandó élményt nyújtó programjaként. Ezekre az eseményekre idén biztosan nem lesz lehetőség, hiszen a vírusjárvány miatt nem lehet a fürdő területén programokat szervezni. Oda tehát a víz, a napfény és a pihenés, erre viszont már a hétvégétől lehetősége lesz mindenkinek. A Bonyhádi termálfürdő június 13-án szombaton reggel 9 órakor megnyitja kapuit, és sok szeretettel várja a hozzánk betérő fürdőző, szándékozó vendégeket. De természetesen bizonyos óvintézkedéseket mindannyiuknak be kell tartani, ezek pedig a következők nevezetesen. Már rögtön a beléptetésnél, a portánál, a pénztárnál kézfertőtlenítést, kitettük a szükséges eszközöket, majd egyfajta védőtávolságot is kell tartani a sorban állásnál, és ezt a távolságtartást elvárjuk a vendégektől mind a vízben, mind pedig a zöld területeken. Újításként bevezettük a kártyával való fizetés lehetőségét. Örülnénk, ha minél többen élnének ezzel, akár szép kártya, vagy akár forint alapú pénzmozgásról beszélünk. A higiéniai szabályokat alapesetben is szigorúan vesszük, a takarítók óránként, vagy ha szükséges sűrűbben a vizes blokkokat kitakarítják, és ezen túlmenőleg a fémfelületeket, a kilincseket szintén órai gyakorisággal fertőtleníteni fogjuk. Azok az a vendégek, akik lázasak vagy köhögnek, azokat megkérjük, hogy akkor ne jöjjenek hozzánk, erre legyenek tekintettel. És van egy nagyon fontos szabály, hogy ebben az esztendőben, ebben a szezonban a fürdőben egy időben mindösszesen 300 vendég tartózkodhat. Ez egy nagyon fontos szabály. Korábban 6-700-at lehetett beengedni. A regionális vagy helyi jellegű fürdőnkből adódóan ez nem okozott problémát, mert az ország távolabbi részéből nem jöttek vendégek, és ez úgy működött. Azonban olyan híreim vannak, információm, itt a környékbeli fürdők nem, vagy később fognak kinyitni. Lehetséges, hogy távolabbról is fognak érkezni hozzánk. Ezért én azt tanácsolom mindenkinek, hogy a honlapunkon felelhető telefonszámon érdeklődjenek, hogy mennyi az esély arra, hogy egy óra múlva még valaki be tud-e jönni, vagy nem, mert ezt szigorúan fogjuk venni a beléptetési korlátot. Megerősített szolgálattal fogjuk várni a vendégeinket, illetve diákmunkásokat is fogunk alkalmazni célból. A strandszezon tehát hivatalosan is kezdetét veszi a Bonyhádi fürdőben, remélhetőleg megbetegedések nélkül. A veszélyhelyzet várható megszűnését követően új szabályzók lépnek majd életbe, s hogy ezek között lesz-e a strandolás feltételeit enyhítő, még nem tudható. Tehát egyenlőre érdemes előre érdeklődni, mielőtt a vidám pancsikolást az elkeseredett gyerek sírás váltja fel az elmaradt élmény miatt. A városszépítés egyik eszköze a Virágos Bonyhádért akció, mely hosszú évek óta népszerű a családi házakban élők, de a gazdasági szervezetek és lakóközösségek számára is. Az idei esztendőben is megszületett a kiírás, melyre a törzs közönséggel is kezdte beadni jelentkezését. Bonyhád köztereinek virágossátételét kiemelt figyelemmel kísérik a polgármesteri hivatal szakemberei. Ám annak érdekében, hogy az ide érkezők egy virágos város érzetével távozzanak, az itt élőknek és a helyben működő gazdálkodóknak is tenniük kell. A virágos Bonyhád kezdeményezés közel egy évtizede alatt már majdhogy nem kialakult az a kör, akik rendszeresen részt vesznek a kezdeményezésben. Bonyhád város önkormányzata, a Bonikola NKFT, illetve a Kolónia Alapítvány idén is meghirdette a Virágos Bonyhádért akcióprogramot. Nevezési határidő egészen augusztus 8-áig van. Nevezni három kategóriában lehet, családi ház, társasház, illetve intézmény és gazdálkodó szerv kategóriában, hiszen minden más kategóriában mást és más szempontokat kell figyelembe vennünk. Az akció lényege, hogy a közösségi tereket ugye az önkormányzat, illetve a Bonikom Kft. Virágosítja, szebbé teszi, de a város összképéhez hozzájárul az is, hogy a családi házak, illetve gazdálkodó szervek és a társasházak is a balkonjaikkal hozzájáruljanak egy virágos, kellemes környezetet biztosító látványhoz. Tapasztalataink azok, hogy korábbi években a rendszeresen jelentkezők már beadták a jelentkezéseiket. A jelentkezési lapok elérhetők a Bonyhád honlapján, a www.bonyhad.hu, innen le is tölthetők. A város közösségi oldalán is fent vannak a jelentkezési lapok, papíralapon a
az önkormányzatnak a portáján is elérhetők, de aki szeretné, az telefonon is bediktálhatja az adatait, és ott is szívesen felvesszük az adatokat. A zsűrizés az úgy zajlik, mint a korábbi években. Két időpont közül lehet választani a regisztráció során. Július 6 és 10-e, illetve augusztus 10 és 14-e között megyünk majd szemlézni. Benevezni többféle módon lehet. Egyrészt alanyi jogon mindenki a saját munkájával és kreativitásával elindulhat. De ha valaki ismerősét, barátját, rokonát akarja benevezni, azt is megteheti. A díjazáshoz a korábbi évektől eltérően most egy őszi virágosító, illetve környezetszépítő program keretében kerül átadásra. Csend van a járványkitörés óta a bonyhádi férfi kosárlabdázóknál, akik az NB1 B-osztály második vonalának számító zöld csoportban a 12. helyen álltak a bajnokság félbeszakításakor. A szegényes, esetleg tovább apadó költségvetésüket a maximálisnak tűnő önkormányzati támogatás ellensúlyozhatja, de erősítésre nem lesz lehetőség a következő bajnokságban sem, mégis optimisták a klub vezetői. Játékerőben jelentősen gyengülő bonyhádi férfi kosárlabda csapat látványos, az elmúlt két évben megtörtént visszaesése megállni látszott az NB1B gyengébb játékerőt képviselő csapatok alkotta mezőnyében. Kezdett az alsóházból felfelé jönni a bonyhádi KS-e, s a koronavírus kitörés előtt még arra is lett volna esély, lehetőség, hogy bekerüljön Morgan Figyes csapata a felsőházi rájátszásba. Amihez persze további játékbeli javulásra lett volna szükség az egyébként fejlődőképes fiatalokból álló csapattól. Ez nem feltétlenül biztos, hogy sikerült volna, ugyanis két nagyon nehéz idegenbeli mérkőzés lett volna, de a biztos bemaradás megvolt, és a koronavírus helyzet miatt igazából úgy is alakult a végén, hogy sem kiesőt, sem feljutót nem hirdetett az MKOS ebben a bajnokságban. A bonyhádi KS-e a félbeszakított idei bajnokságban a 12. helyen végzett az NB1B zöld csoportjában, és innét szeretnének a következő szezonban feljebb lépni. Úgy, hogy több pénzből biztosan nem gazdálkodhatnak, mint korábban, tartanak attól, hogy inkább kevesebből. Az előrelépés zálogát továbbra is alapvetően a kettős igazolással az atomerőmű ESE junior csapatától érkező játékosok jelentik, akikkel anya egyesületüknél is a bonyhád edzője Morgan Figyes dolgozik. A saját utánpótlás neveléséből kinövő, erre az osztályra alkalmas néhány játékost szerencsétlenségükre a jól ismert okok miatt nem sikerül megtartaniuk. Nagyon sokan azt választják, hogy esetleg Pécsen, Budapesten vagy az ország más pontján folytatják a tanulmányaikat. Ez nehezíti meg azt, hogy egyáltalán itt tartsunk olyan fiatalokat, akik később potenciális felnőtt játékosok lehetnek. Ezért törekszünk arra például, hogy a Paksal, Morgan Figyesen keresztül játékosokat tudjunk úgymond hozni Bonyhádra, és az NB1B is bajnokságban egy olyan rutint adva nekik, akik, amivel esetleg később már az NB1 as bajnokságban is tudnak játszani, vagy egy másik B csoportos csapatban, akár a piros csoportban tudnak maradandót alkotni. Hozzájuk csatlakoznak a még régebbi sikeres bonyhádi csapatokból mára megmaradt itteni kötődési játékosok, mint például Tömösvári Máté és Gébert Attila, akik rutinjukkal segíthetnek mind a támadásban, mind a védekezésben. Nem lesz a következő évadban a bonyhád játékosa a szerb Ugrinics, aki irányító poszton játszott, de a keret többi tagja a dolgok jelenlegi állása szerint marad. Morgan Figyes hozza magával a paksi fiatalokat, Pup Bencét, Dorogi Gergőt, Jakab Mártont és Csobán Dávidot. A szerb Ugrinics biztosan nem marad a csapatnál, de továbbra is lesz egy külföldi játékosa a Bonyhádnak, a 20 éves horvát Patrik Maskajevicsre ugyanis, aki irányító poszton bevethető, számít az edző. Úgymond neves kész játékos, a piac szűkössége, no és a csapat erősen behatárolt anyagi lehetőségei miatt nem lesz. A klubelnök aggódik, hogy a járvány elhúzódó negatív hatásai miatt néhány eddigi fix támogató sem tudja adni azt, amit eddig. A cégek nagy része leállt ebben az időszakban, és a jövő évre a forgalma, illetve a bejövő profit nem akkora lesz, mint volt akár esetleg egy évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy a következő években nehéz lesz akármilyen támogatáshoz jutni, pont ez miatt a helyzet miatt.
Kapaszkodónak is felfogható pozitív hír, hogy a városi önkormányzat a lehetőségei közepette a nehéz helyzetben is maximálisan megadja a támogatást, jelezvén, hogy kell Bonyhádnak egy olyan csapat, amelyik a nemzeti bajnokság másodosztályában szerepel labdajátékban, amely idővel újra képes lesz megtölteni a csarnokot kosárlabda meccseken. Az önkormányzattól igazából mindig minden segítséget megkapunk, én azt kell, hogy mondjam, tehát ugye most is beadtuk az éves sport és civil pályázatos pályázatunkat. Ugye a koronavírus miatt ez a dolog is kicsit máshogy változott, tehát most június 25-én lesz egy önkormányzati testületi ülés, ahol szint újra döntenek róla. Ugye volt róla döntés, részdöntés, de a teljes támogatási összeget most valószínű, hogy sikerül realizálnunk nekünk is. Most már hosszabb ideje érthető okokból szünetel a felkészülés. Azt tervezik Bonyhádon, hogy legkésőbb augusztus végén megkezdik a közös edzéseket a következő szezonra. Éppen egy esztendeje történt, hogy megdőlt a leghosszabb palacsinta kígyó rekordja Bonyhádon. A Bonyhád Majosi Gyereknap keretében szerezték meg újra a rekordot a bonyhádiak. A település polgármestere Filóné Ferenc Ibolya akkor azt mondta, évtizedek óta a Majosi sportpályán ünneplik a gyereknapot, és büszke erre a hagyományra. Idén nem lehetett újabb rekordot dönteni, de emlékezni a sikerre igen. Május végével és június beköszöntével egyetemben a nyár is már a küszöbön áll. A városok, községek és falvak lakói ilyenkor a szabadban töltenek el minél több időt. Ilyenkor tartják a gyermeknapokat is, valamint néhány falunapot is. Bonyhád Majoson sem volt ez másképp, ahol a családi és gyermeknapot rendezték. A gyerekek és szüleik a majosi sporttelepen gyűltek össze, hogy együtt legyenek és szórakozzanak. A rendezvényen részt vett Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya, aki kiemelte, büszke arra, hogy évtizedek óta a majosiak tartják ezt a rendezvényt. Nagyon sok éve már, talán 25 is, hogy egy nagyon szép hagyomány elkezdődött. Akkor itt a majosiak, családok, barátok fogtak össze, hogy legyen egy gyereknap itt Majoson a sporttelepen. Az akkori önkormányzati képviselő ezt összefogta, és azóta is ez a szép hagyomány megmaradt. A mostani képviselőnk, Sárkás Szabolcs, aki Majoson az önkormányzatot képviseli, gyakorlatilag ugyanazokkal a családokkal, barátokkal és nagyon sok önkéntes segítővel szervezték meg a mai napot. Talán annyival másabb ez az idei rendezvény, hiszen az önkormányzat külön még egy városi gyermeknapot nem rendez, nem is lenne értelme, hiszen jól kitalálták, jól összefogtak, egy nagyszerű kezdeményezés mögé álltunk be, mi maga a városi önkormányzat. Anyagi támogatással idén jobb helyzetben voltunk, mert pályázatok útján is tudtuk segíteni a rendezvényt. A családi és gyermeknapon részt vett a majosiak önkormányzati képviselője Sárkány Szabolcs is. A képviselő megerősítette a polgármester szavait, és hozzátette, azért fontos a majosiaknak ez a nap, mert még azok a családok is visszatérnek ünnepelni régi barátaikkal, akik már korábban elköltöztek a településről. Nekünk azért fontos ez a rendezvény, mert ennek a hagyománya az 1993-ban volt a legelső, és jelen pillanatban 2019-et írunk. Ezt a majosi polgárok kezdték el ezt a rendezvényt, és a hosszú évek alatt kialakult egy ilyen széles rétegeket felölelő jókedvű gyereknap. Ez nekünk itt Majoson egy falunap is, félig meddig, ami összehozza a barátokat, a családokat, akik innen a faluból elszármaztak, és ez egy ilyen biztos pont, június első szombatja, a Majosi Gyereknap. A rendezvény fő eseménye azonban a gyerekek szórakoztatása mellett egy rekord döntés volt. Korábban Bonyhád városa tartotta a leghosszabb palacsinta kígyó rekordját. Azonban idén, februárban megfosztották őket ettől a csúcstól, így a bonyhádiak kísérletet tettek arra, hogy visszahódítsák a leghosszabb palacsinta rekordját. A sportpálya közepén felállítottak egy sátrat, ahol a palacsinta tésztákat sütötték. A másik asztalon pedig tekerték és kakaóval ízesítették a tésztákat. A rekordkísérletben részt vett Sági Szilárd szakács is, aki azt mondta, fontos számára a gyermekétkeztetés, ezért is vállalt szerepet ebben a kísérletben. Tavaly már ezt a rekordot egyébként felállítottuk, akkor azt hiszem, hogy ilyen 260 méter körüli palacsintát hoztunk össze, palacsinta kígyót, de aztán rögtön megdöntötték rá egy-két hétre,
Salgótarján környékén, úgyhogy nem hagytuk annyiban, ezért idén arra készülünk, hogy ilyen 300 fölé menjünk. Szigorú szabályok vannak, tehát 5-re végeznünk kell, úgyhogy egy kicsit most azért pörgök ennyire, mert fogok még visszamenni és dolgozni, csavarni, csűrni a palacsintákat. Azért tudni kell, hogy közel 3000 palacsinta készült el. A palacsinta kígyó szabályosságát szinte folyamatosan ellenőrizte a magyar rekordok elnöke, Sebestyén István. A leghosszabb palacsinta kígyó birtokosa Salgótarján volt korábban. A magyar rekordok elnöke ott volt a salgótarjáni rekordkísérleten is, és a Bonyhádin is. Az elnök azt mondja, számos olyan kitétel van, aminek meg kell feleljen a rengeteg palacsinta. Pillanatilag 270 méter a leghosszabb palacsinta kígyó. Az előzetes tervek arról szólnak, hogy itt messze túlszárnyalják majd a 300 métert. Nagyon reméljük, hogy sikerül ez nekik. Ahogy hallottam, ők szeretnék 17 órára befejezni ezt a palacsinta kígyót. Az asztal, amelyen kiterítették, a terveik szerint 8 menetben, ebből itt hátunk mögött most már 7 és felett látunk is, 39,4 méter hosszú, tehát nagyjából valamivel több mint 300 méter lesz a kígyó, ha elkészül. Nyilvánvaló, hogy a hitelesítés a mérés előtt azt ellenőrizni fogjuk, hogy ennek a palacsinta kígyónak összefüggőnek, egybefüggően összetekertnek kell lenni, a töltelék nem folyhat ki. Ha netalántán mégis ilyen sérülés van ezen a kígyón, akkor természetesen még a mérés előtt van lehetőség a csapatnak javítani és befoltozni a réseket. A leghosszabb palacsinta rekordja megdőlt a majusi gyermeknapon. A bonyhádiak 350 méterrel visszavették a salgótarjániaktól a leghosszabb palacsinta kígyó rekordját. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!